nem gondolkodtam abban, hogy mennyire sikeres lesz az adomalapom, de abban biztos voltam, hogy nem lesz rossz. Mert különben nem vállaltam volna el. Az, hogy sikeres lett, én ma úgy szoktam fogalmazni ezzel kapcsolatban, ez egy nis marketen lévő dolog. Ez egy kicsit kifinomultabb sztori annál, mint amit mondjuk egy kereskedelmi televíziónnal nézni lehet. És pont ezért talál rá egy csomó olyan ember, aki meg hát szomjazza az olyan tartalmakat, amelyek számukra fontosak lehetnek. Mindenki a saját hőseit akarja nézni, de egy csomó úgymond hős, ha úgy tetszik, kipusztult a médiából. Van, aki a koránál fogva, van, aki azért, mert egyszerűen nem tud, vagy nem is akar túlságosan leegyszerűsített dolgokban részt venni. Van, aki meg azért, mert mit tudom én, évek óta nem vállal el olyan műsorokat, amelyek futtatnák őt. Halkan mondom, én sem. Tehát engem rengeteg műsorba hívtak ilyen-olyan celebkedésbe, de nem tudtam elvállalni nyilvánvalóan azért, mert magam sem nézek ilyen műsorokat, nem tartom őket elég értékesnek. A saját szempontomból válaszoltam, azt hiszem. Ilyen. Adom a napom! November 6-ától újabb sztárvendégekkel a Viaszat 3-on.